ez a gyorsulás téma azért érdekes volt, elmesélem, mert ugye a két autó közel azonos teljesítményű. A 200 lovas benzines az 330 Nm, és 6,6 másodpercet gyorsul 100-ra, a 180 lovas dízel az pedig 450 Nm, és ha jól emlékszem, 7 másodperc gyorsulása. És hát Teddyvel nem vagyunk egy gyorsuló bajnokok. Szerintem ebben már mind a ketten kinőttünk, hogy azon kísérletezgessünk, hogy hogyan tudunk a legjobban elindulni a piros lámpánál. Hol ő nyert, hol én nyertem. Igazából a két autó teljesen pariban van egymással ilyen szempontból. Egyszer az egyikkel tudtunk jobban gyorsulni, egyszer a másikkal. A videón végül azt láttátok, hogy a benzines megy el egy nagyon picivel. Ne ez döntsön, amikor választanatok kell, hogy dízel vagy benzines Juliet vesztek. Ha figyeltétek a teszt alatt, az biztos észrevettétek, hogy a dízel Giulia nincs annyira jól felszerelve, mint a benzines. Viszont nagyon-nagyon hiányzik a benzines autóról a dupla kipufogó. Úgyhogy ez itt nekem nem is értem. Tehát annyival jobban néz ki, hogy szimmetrikus. Ezt még így rátenném. Nyilván a konklúzióra vagytok kíváncsiak, hogy melyiket választanám. Nos, én azért kértem egy kicsit a segítségeteket, mert az Instagramon is, illetve az Alfa Amore Facebook oldalán is felraktunk egy szavazást, hogy melyik motorra választanátok ezt az autót, és hát ilyen több mint 80%-kal a benzines vezetés. Nem hiába állok ezen az oldalon, én biztos, hogy ezt választanám. De nagyon nehéz volt a lábam a tesztek alatt, mind a két autót magamhoz képest jól meghajtottam, és 3 liter köztük a különbség, már mint fogyasztásban. A dízel az 9,4-ből úszta meg ezt a teszt hétvégét, a benzines az viszont 12,4-ből. Úgyhogy ha döntenetek kell, sokat jártok vele, akkor nyilván a dízel az optimális választás, de ha egy igazi vérbeli élmény alfára vágytok, akkor bizony ez a 200 lovas benzines a legjobb.